Hogyha megnézzük a nyaki szakaszt és a háti szakaszt, nagyon fontos, hogy egyenesbe rakjuk a nyakunkat, fejünket. Mindent a fejnek a helyzete dönt el. A mai gyerekek, a mai felnőttek egyfajtában a telefonjukat nyomkodják, és hogyha egy picit is előrébb billen a fej, akkor egy olyan szöget zár be a háti szakaszsal, ami borzasztó nagy terhet ró erre a nyaki és a háti szakaszra. Ezért muszáj először a fejet beállítanunk középhelyzetbe, picit húzd be ide az álladat, úgy, egyenesítem a nyakamat. Jó, most add ide nekem a telefont, ez nem kell. Engedd le a két karodat törzs mellé, zárjuk a lapockánkat, emeljük a mellkasunkat, megtolom előre, úgy billented egy picit a medencét, és a fejed tetejével próbálsz nyújtózni a plafon felé. Még zárom a lapockát, úgy, és engedjük le zára. Azaz, mehet még vagy kétszer-háromszor. Bihari Nékrac Erika gyújtornász azt mutatja, hogy fontos a deréki támasztása is, illetve érdemes állítható széket használni az iskolában és a munkahelyen, ha van rá lehetőség. Az ülőmunka folyamán egy úgynevezett ékpárna is hasznos lehet, ami segíti a medence dőlésszögét, ezáltal jobb helyzetbe kerül. Ma már naponta körülbelül 2-3 órát nyomkodjuk az okostelefonokat, ez is rossz hatással van a testtartásunkra. Amikor a fej függőleges helyzetben van, vagyis a fülek és a váll egy vonalban helyezkedik el, a lapockák pedig hátra vannak húzva, akkor van a legkellemesebb, legjobb helyzetben a nyak és a gerinc. Ilyenkor a fejünk 4-6 kilónak megfelelő erővel nyomja a nyakat és a gerinc többi részét. Ez a normális állapot, viszont ha 60 fokos szögben előrehajolva nézzük a telefonunk kijelzőjét, akkor akár körülbelül 25 kilónak megfelelő erővel terhelhetjük a gerincet, vagyis 5-ször nagyobb a terhelés mértéke. Az elmúlt évek statisztikái alapján a lakosság csak nem 80%-a legalább egyszer tapasztalt már valamilyen hát- és derékfájdalmat. Azt se lehet mondani, hogy mind a fizikai megterheléstől, vagy mind az ülőmunkától, mert mindannyiankat sújt. Mind a mozgásszegény életmód befolyásolja, meg mindegy olyan rossz kényszertartás, amiben nap mint nap vagyunk. Nem is gondolná az ember, hogy például egy kozmetikusnak, ahogy folyamatosan a vendégei a paciense felé hajol, egy olyan kényszertartás alakul ki a nyakánál, vállánál, ami szó szerint megnyomorítja az életét. Nagyon sokan jelentkeznek ezzel a problémával, és az a legnagyobb baj ezzel a problémával, hogy mind a gyerekkorban is már nagyon hamar kialakul. Az elmúlt években lecsökkent az a normális mozgáskultúra, amire szüksége lenne a gyerekeknek, így egyre jellemzőbb, hogy már egyre fiatalabb korban diagnosztizálnak valamilyen gerinc problémát. Hosszú időn át tartó, rendszeres mozgással gyógyítható a deformálódás, a gerincferdülés és akár a gerincsérv is. A mai tendencia azt mutatja, csináltak ilyen kutatást, kísérletet, ahol összehasonlították a megoperált gerincbetegeket, a rehabilitációjuk végén felmérték őket, és összehasonlították egy olyan csoporttal, akiket nem operáltak meg, ugyanazt a rehabilitációt csinálták, és 3 hónap múlva összevetették az eredményeket, és az volt az igazság, hogy körülbelül egy szinten voltak, mind az operált és a nem operált betegek. Tehát most már mind az idegsebészek, mind az ortopéd sebészek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyógytornára és a mindenkörű rehabilitációra. A gerincbetegség nőknél és férfiaknál egyaránt kialakulhat. A magas sarkú cipő és a féloldalon viselt táska növeli az esélyét, de befolyásoló tényező a súly és a mozgásszegény életmód is.